IAS, így hívták a 30-as években Amerikába kivándorolt, és 1957-ben elhunyt mérnök matematikus által kifejlesztett számítógépet. A gépet használó Neumann János 1945-ben publikálta azokat az alapelveket, amelyeket a tudomány Neumann elvekként tart számon. Ennek része a kettes számrendszer alkalmazása, a központi vezérlőegység, a programvezérlés és tárolt adatok. Ez volt az első teljes mértékben elektronikus elven működő számítógép leírása. Neumann a számítógép elvi felépítése mellett kidolgozta a számítógép logikai struktúráját részletesen ábrázoló szimbólumrendszert is. Mindezt egy mai számítógépkezelő operátornak nemigen kell ilyen részletességgel tudnia. Neki az jutott, hogy teljesen hétköznapi eszközként tekintse munkaeszközére. Első találkozásom a számítógéppel az még szakközépiskolában történt. Amúgy szakmám szerint villamos energiaipari technikus vagyok, és ebbe a iskolába még nem volt tantárgy a számítástechnika, de szakkör már volt számítástechnika szakkör, és ott találkoztam életemben először számítógéppel. Tehát jó, hogyha rendelkezik az illető számítástechnikai alapismeretekkel, de ennyi elég is, tehát nem kell mondjuk egyetemet végezni, vagy főiskolát programozni, nem kell. Itt igazából a programok használatát kell elsajátítani, és ennyi az egész. Tehát ezek a szoftverek, amiket használunk, ezek nem boltban kapható szoftverek, ezek belső fejlesztésű programok, ezeknek a használatát meg kellett tanulni. Az a feladatom, hogy adatokkal föltöltsem egy-egy műsor előtt, leellenőrizzem, hogy tényleg jók-e az adatok, és utána élő adásba kijátszani ezeket a adatokat. A számítógépkezelő operátor felügyeli a munkahelyeken a hardware és szoftvereszközök működését. Az a feladata, hogy segítse kollégáit munkájukban. Működteti a belső hálózatot, feldolgozza a rendszeradatokat, kezeli az adatbázist. Ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot is. Tisztában van az operációs rendszerek működésével, gondoskodik a vírusvédelemről. A rendszergazdával együttműködve ellátja a perifériák, a nyomtatók, a levilágítók pontos működését. Egy operátor alapvetően kétféle szoftverrel dolgozik. Általános szoftverekkel, tehát amit minden operátor használ, és szakmaspecifikus szoftverekkel. Ami azt jelenti, hogy például egy nyomdai előkészítőnek egy ilyen speciális szoftver, például a tördelő program használata, míg mondjuk egy térinformatikai operátornak egy térinformatikai szoftver használata. Nyilván mind a két operátor a maga területén, ha jó, akkor sem tud átvenni egyik a másik helyébe, tehát ezeket a speciális szoftvereket is meg kell tanulni. De hát vannak olyan szoftverek, amiket minden operátor használ, irodai programok, táblázatkezelők, szövegszerkesztők, e-mail használata, és hát alapvetően az operációs rendszerek. A rendszergazda feladata az, hogy a programokat telepítse, használható állapotba hozza, és a programokat onnantól kezdve az operátor használja. Tehát, hogyha minden ideálisan megy, akkor onnantól kezdve a rendszergazdának semmi dolga nincs is. Sajnos az életben nem mennek a dolgok ideálisan, éppen ezért mindenhol van rendszergazda. Az elsősorban műszaki technikai érdeklődésű számítógépkezelő operátornak, mint oly sok modern szakmában, határozottnak és terhelhetőnek kell lennie. Fontos, hogy tűri a monoton munkát és az adatok rögzítésekor, például nagy tömegű gépi szavazat számlálásakor nagyon pontos legyen. Elengedhetetlen a logikus gondolkodásmód, a jó megfigyelő képesség, a kreativitás. A felmerülő gondokat azonnal meg kell oldani, ami gyors hibafelismerést, jó helyzetfelismerést, rugalmasságot feltételez. A pontosság és a szabályok követése szintén fontos követelmény. Ez a munkához azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy szükséges. Legalább szükséges a nyelvtudás, legalább alapszinten kell tudni angolul, mert a szoftverek nagy része nem magyar üzenetekkel kommunikál a operátorral, és hogyha valami segítségre van szüksége az operátornak, akkor a help, tehát a segítség a programon belül, az is többnyire angol nyelven van. Az is nagyon érdekes ebben a szakmában, hogy nagyon sok más szakmával kapcsolatba kerül az ember. Én a saját
példámból a térinformatikával kerültem kapcsolatba, utána meg a tévével, de lehetne a nyomdai előkészítést is mondani, és még sok mást is nyilván. Úgyhogy sok egyéb ismeretre is szertesz az ember, ami esetleg kiinduló pont lehet egy későbbi karrier számára, hogyha valami nagyon megtetszik, akkor azon a vonalon tovább lehet lépni. Az operátor általában irodai munkát végez a gépek miatti klimatizált környezetben. Munkakörnyezete rendezett, tiszta. A feladatok ellátása során például a bankban elsődleges szempont a biztonság. Ezért egyes munkahelyeken kódolt ajtó választja el a géptermet a többi helyiségtől. Közvetlen munkatársain kívül a rendszergazdával, az adminisztratív munkatársakkal és az informatika karbantartóval tartja a kapcsolatot. E munka nem igényel sok beszédet, és mozgáskorlátozottak is elláthatják, de a kezek, karok, ujjak fokozott használatára szüksége van. A munkarend az teljesen a munkahelytől függ. Tehát amikor a térinformatikai cégnél dolgoztam, ott 8 órás munkaidőben voltunk, reggel 9-től délután 5-ig. Most a tévében egy kicsit hektikusabb a munkarend, nem van, amikor csak napi 5 órát dolgozom, de van olyan is, hogy 12 órát. Ez a tévé sajátossága. Egy operátornak pontosnak kell lenni, és miután ülő munkáról van szó, azért ezt el kell tudni viselni, tehát akinek nagy mozgásigénye van, annak ezt valahol máshol kell tudni bepótolni. A képzés általános iskolai végzettségre épül. A szakképesítés iskolarendszeren kívül is megszerezhető. Számos munkahelyen nem a végzettségen van a hangsúly. A számítógép felhasználói szintű ismerete és az érettségi elég ahhoz, hogy a kezelő a konkrét programokat megtanulja kezelni. A tevékenységi kör bővíthető a gépíró és szövegszerkesztői szakképzettség megszerzésével. A szakképesítéssel adatrögzítőként, számítógépes előadóként, call center operátorként, adminisztrátorként és ügyféltájékoztatóként lehet elhelyezkedni.